egy órán keresztül. Listen and watch. 89 a Music FM összehoz minket. Hát itt van ez a vicces fiú, DJ Antonio, aki megtréfált a szegény Juhász Gergőt. Olyan gonoszak vagytok, mindig szivatjátok ezt a fiút. Ez csak szeretetből megy, aki tényleg Tudom én. Hú, elég jó már az indítás. Ez most nagyon jól esik ilyenkor csütörtök délután. Hát úgy gondoltam, hogy most nem játszanék klasszikot, hanem kimondottan ilyen főbemászó, autózós, sétálós, hát picit ilyen beborulós, de jókedve derítős topslágeres lett. Hiszen csütörtök van, ami ugye már kis péntek, és hát azoknak mondom, hogy kitartás, akik a Ferihegyi gyorsforgalmin araszolnak, épp a Köki után történt egy baleset. Szóval mivel megyünk most tovább? Hát ami szólalatunk, egy óriási nagy kedvencem, Albert Brook és a How Many Times, csak is itt a mai Music Partyban. How many times we had laid down. You can't decide how to divide what you laid out. In all the lines you drew, you didn't find what you said how to, said how to, said how to. So many lies that you thought out. It's no surprise you're shaking eyes, get you caught out. A little time, and it's alright. In all the lines you drew, you didn't find what you said how to, 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 said how to. DJ Antonio's live act on 89.5 Music FM.
Vagy, és mindig az is maradt. Akár klasszik, akár deep house, akár újdonságok, de nekünk mindig az újdonság erejével leszel, akár itt a Music Party-ban, vagy a Music Killers DJ Show-ban. 10-12 perccel jeleztétek, hogy a Ferihegyi gyorsforgalmi baleset történt a Kőki után sajnos. Pest felől keményen állt akkor a sor, félpályát lezárták, rendőrök irányítottak, úgyhogy kitartás az ott ragadtaknak. HP-ben köszi, hogy elküldted te is, és mindenkinek, aki ezt jelezte. Ha változott a helyzet, azt is megírhatjátok. Arnold trafiinfót osztott meg velünk az M1-esen a 108-as, 109-es kilométer szelvény között a felüljáról, mindkét sávot mérik oda-vissza. Korlátra szerelték egyébként egy trafit. Na, kaptál egy kis verset, Antónió, képzeld el. Kíváncsi vagyok. Szia, Márti, hello, Anti. Ha zakatol a mix, tuti megmozdít valamit, emeld a kezed, magadtól teszed. A pörgős ütemektől szinte elmegy az eszed, a tempó súlyos, mint a hold, ha eltalál, már is felold. Ati. Köszönjük szépen. Ez ilyen 90s rap volt, egy kicsit. Meg mindig az Emergency House jut eszembe róla. Most hirtelen megnézem, hogy milyen napon van, tegnap is 2016. Annyira, olyan régóta fel akarom tenni a kérdést, hogy neked nincs ilyen másik DJ neved, Antonio, tudod, mint a Santa Cruz, a Hindi Balázsnak, az HB-t. Nem, nekem nincs, én gondolkoztam, de nem találtam semmi olyat, ami frappáns lett volna. Majd Cindy Anti? Cindy Tony. Lehet a hallgatók segíteni fognak, és írnak egy csomó jót, és abból megragad valami. Egyébként van egy hivatalos bizonyítvány, ami egy ilyen vizsga, és ugye diszkós, technikás mixelő szakmunkás vagyok, vagy hogy mondjam, ez hivatalosan. Így. Majd egyszer megkeresem, és Gergő Tuti kirakja a Music Killers-be. Akkoriban egy barátom, Szecsei Attila, nagyon régóta ismerjük egymást, elnevezett így, hogy Antonio de la Vega, és ez lett beleírva. Jaj, de szóki! Úgyhogy kimondottan, ha mondhatnám azt, az egy másik nemem van, de azt nem használom, hogy Antonio de la Vega. Ezt tudod milyen, mint amikor vásárolsz egy kiskutyát, aztán úgy hívják majd, hogy Bruno, de mi igen, van a törzskönyvben írva? Igen, most körülbelül a törzskönyvben más van. Na és mivel megyünk most tovább, mert azt érzem, hogy deep house lesz. Így van, egy picit még a deep house vonulatban mozgunk. Nigel nagyon-nagyon sok olyan zenét játszott a múlt héten is, ami nekem nagyon tetszett, köztük, ami az előttünk volt, Botten is, viszont amivel megyünk tovább, az nem más, mint a Trippin Dirty Secrets jó voltából. Mi picikét így lépegetünk, aztán megyünk fölfele, de nem fog fájni. Yeah.
Pascal. Absolutely unbelievable.
turntable. Your brand new Music Killers DJ. Antonio. 89 Music FM összehoz minket, a Music Partyt halljátok. 5 és 6 óra között ugye minden hétköznap DJ Antonio a lemezjátszóknál, és nagyon kellemes kis deep house-zal indult ez az óra. Azt ígérted, Antti, hogy nem lesz ma klasszik. Füllentettél te nekem? Hát, úgy érzem, hogy te még fogsz hozni klasszikot ebből az egyvárában. Igen, ami alattunk szól, ez nem más, mint a Nelly Nemkény Beach Boy, egy picit átdolgozva, de lesz majd itt velünk még a Thomas versus Filterhead Sunshine-ja is. Nem ebbe a techno verzióban, ami megszokott, hanem még könnyebben emészhető délutáni verzióban. És hát volt egy olyan különleges Coldplay remix is, amit talán még maga Chris Martin sem hallott, bár ő egy elég nyitott fiú, és nagyon sokféle zenét szokott meghallgatni, ezt olvastam róla. Azt tudtad egyébként, hogy az Adventure of a Lifetime-en a gitár rész, az ő kedvenc gitárriffje. Az komoly. Minden eddig itt. Azt legalábbis ezt nyilatkozta, nem is olyan rég, és ő nem nagyon szokott füllenteni. Aztán... Nem olyan, mint én, ezt nem, az ifó. Ha, igen, ha a skála egyik végé van Chris Martin, akkor a másik, hogy egy kis ördöggel a válladon. Úgyhogy SMS-ben megírhatjátok, hogy mit csináltok, miközben szól a mix, hol hallgatjátok a 89-öt Music FM-et, hiszen hogyha van ingyenesen letölthető applikációtok, akkor a világ bármely pontján hallgathatok most minket. Ugye tegnap a Tatooine-ról írtatok, meg a Holdról. Érdekel minket, hogy épp most ezekben a percekben mit csináltok. Na nézzem a közlekedési infokat. Sziasztok, András úton sehol nyoma a balesetnek, most jöttem át, mint kés a bajon, üdv MZ. Ja, sorry, tévedtem, a Balcsi jötte. Azért rendes vagy, hogy kijavítottad. Aztán Budapest Farmos útvonalon az M5-ös autópálya és a 405-ös út erős forgalom mellett trafimentes, viszont az ellenkező irányban az M5-ösön a 39-es kilométernél Budapest kb. Mondom, hogy Budapest felé kb. 1,5 kilométer hosszú sorá karbantartás miatt plusz 5-8 perces menetidővel számoljatok. Köszönjük szépen, Kutyafej, hogy ezt megírtad nekünk. Azt is írjátok meg, hogy a Hegyalja úton normalizálódott a helyzet, mert ott elég erős volt napforgalom. És ami most jön? Hát igen, ez nem egy vészriasztás, ez nem azért szól alattunk, hogy valami vész történik, hanem egy picit emelek a BPM-en, vagyis hát a stílusom, úgyhogy egy picit pattogósabbra vettem a figurát, megyünk fölfele, de nem lesz szétterve a ház, csak finoman kellemesen. Nem olyan lesz, mint este, de ígérem, hogy nem fog fájni és tetszeni fog. Amivel megyünk tovább, az nem más, mint az I Believe, úgyhogy figyeljetek oda rá rendesen, pattogós lesz. A lemezjátszóknál DJ Antonio. Hopp, ez sokkal jobb volt, mint a kikon.
slágerekkel minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Több Music FM összehoz minket. DJ Antonio egy órás hazavezetős szettjét halljátok itt a Music Partyban. Hát felrobbant az SMS fal. Mondjam, hogy méltatnak téged? Mindenképpen kíváncsi vagyok, én nem látok odáig. Tényleg nem látod őket. Na, ezt értek például, imádlak Antonio. Hát már megint ritmusra pattogok a traktorban. Nagyon jók vagytok, üdv vegyszeres Laca. Antonio, a pattogokon röhögsz? Vagy a vegyszeres Laca neve? Ez lehetne a másik DJ neved egyébként. Jó, nem veszem el tőle, ez már az ő művész neve. Antonio, a DJ-k között te vagy az ász, ezt Misi írtam. Aztán van egy közlekedési infónk Z-től, az M1-es autópályán a György-Szent Ivánné lehajtó után a felüljáróról mindkét irányba trafiznak. Motorozunk és állítgatjuk a vasakat, közben a Music FM üvölt, pörgünk, pattogunk, írt a kopasz úr. Ez a remix, ez a mix, te jó Isten! Még ott is felállt rajtam a szőr, ahol nincs is, írt a papi. Jó a buli. A
takarodra gondolsz, papi, vagy nagy lábujjadra? Sziasztok, titeket hallgatlak, folyamixek, pakolok, készülök Svájcba dolgozni, és várom a haverommal, a barátomat, egy utolsó baráti összeröffenésem. Aztán sziasztok, az M0-ás áll a 19-es kilométertől az M7-es felé mind a három sáv, ne gyertek erre. Köszi szépen, sziasztok, asztalos műhelyben, friss faillatban, ajtókészítés közben tisztoltok, kell is a lendület. Azt ezt bírt egyébként nekünk. Lomtalanítunk a telken, ez az antikám, így tedd rá, úgy tedd rá, pörgünk, mint a trágyaszóró. Olyan újdonságokat tanítatok nekem itt a Music Party-ban, nem gondoltam, amikor ma reggel felébredtem. Sziasztok! Nagyban csapatjuk a traktorral, kompaktorozást minden traktorosnak, aki dolgoz, azt üzenem, hogy nyomják neki. És még egy közlekedési info, az M0-áson a Csepeli lehajtó előtt az M1-es irányában 4-5 személygépkocsi és ajaj, nyerges vontató ütközött a haladó sávban. Leálló sáv és a jobb szélső sáv járható, csak is torlódás várható. Regő írta nekünk az üzenetet. A tanulság az, hogy az összes traktoros ma minket hallgat. Az biztos. És megtanultam egy teljesen más nyelvet is, ezeket használni fogom. Nem mindegy, persze, hogy hol. Ugye azt ígérted, hogy hazavezetős mix, tényleg ennek jegyében nagyon fogyasztott a Deep House-dal kezdtünk, aztán egyre magasabb volt a fordulatszám. Egy picit most belekóstoltuk a Tech House-ba, viszont a latinos hangvitellel megyünk tovább, és ezt a nyári feelinget próbálom átadni minden hallgatónak, plusz egy kis pozitív energiát, úgyhogy szerintem tekerjétek föl ott a traktorba a hangerőt, hadd szóljon rendesen. Patogjatok!
wise and easy as we do. A Music FM összehoz minket, a Music Partyban DJ Antonio, zené lesz pedig a hazavezetős mix egy órán keresztül. Könnyen Deep House-al indultunk, aztán fokozatosan, nagyon professzionálisan emelt egy kicsit a fordulatszámon. Kaptunk közlekedési infót Magikától. Sziasztok! A Hegyalja Erzsébet híd Pest felé elesett, türelem minden kedves arra autózónak. Hát nem örülök, hogy mindig ilyen a helyzet. Gyerekek, ez volt az Izaura mix, írt a Red Gab. Ez a Hájnál Szíuszáné! Tényleg onnan van? Nem, Editonik és Rider tollából. De lehet, hogy onnan merítettek. Megtévesztettelek, mert láttam táncolni. Hogy hívták? Majdnem zsűsinyót mondtam. Az Izaurában volt, hogy a Homocitkaiban. Te vagy a sorozat szakértő, Szulajmános. Én annyira azt nem néztem. Azért fordultam hozzád. Hello Márti, üdv Antonio, brutál, jól nyomod. Eddig a halálomon voltam, de most visszatér belém az élet ereje. Üdv Vandax, ez egy SMS volt. Nem lenne, hogy Antonio zenéje 0-24 órában? Nem találok szavakat, hogy mennyire jó vagy. Misi sokkot kapott. Adományokat gyűjtünk erre célra. Anti, ha ezt így tolod tovább, akár a kedvencem is lehetsz. Így, hogy akár. Hoppá, köszönöm kicsit szépen. Kicsit zsarolnak. Igyekszem. Csapast keményen. Mártinak puszi, üd, papo, hello, papo. Uram, atyám, hazaértem és táncolok az autóban a ház előtt, írta Rita. Sziasztok, üvölt a zene a határban, hordjuk a bálát, és ilyen mixre lehet is tombolni. Nagyon királyok vagytok. Traktoros kollégák csak a Music FM-et hallgatják. Üdv, Martin. Lehet, hogy ki vannak rakva hangfalak a traktorra. Igen. És ilyen after party van kint. De most nagyon röhögni fogsz. Szia, Márti, én is traktorozás közben hallgatlak titeket. Nem szivatlak. Szlovákiából király a mix. Üdv mindenkinek, aki dolgozik, ezt Attírtam. És kaptunk egy trafi infót. Hello, az M0-áson a 45-ös kilométernél Ecsernél Feri egy felé mérnek. Anti, király vagy. Hát köszönöm szépen. Ezt a trafis autó írta? Nem, ezt Peti írta nekünk. Köszönjük szépen. Petinek. Úgyhogy még mindig egy kicsit latinosabb vizekre, nem? Elünk vagy fentegetjük, vagy bálát, vagy nem is tudom, pattogunk. Kombány, címerezünk. Így van, úgyhogy zsámol, megyünk tovább.
Music Party. Top slágerekkel. Absolutely unbelievable. Már én is így fogom mondani. 89-5 Music FM összehoz minket, a Music Partyt halljátok minden hétköznap 5 és 6 között. Most Antonio mixét hallatjátok. Egyébként közkívánatra a tegnapi Classic Mixed ismét adásban lesz hétvégén. Vasárnap 1 és 2 óra között, csak most jó előre szólok. Nagyon jó a mix, már fáj az agyam, a fejrázástól írt a Feri. Hello, most készülök street workout edzésem. Azt hiszem, hogy titeket hallgatlak közben, nagyon pörgős a mix. Üdv, Ádi. Hello, kiültem vadászni, de helyettem a les alatt ülök, és ordít a mix. Antonio, nagyon állat a zenét, viszont így nem lesz disznó a hűtőben, Bagoly Pistém.
Aztán, hello, én is traktorból hallgatlak benneteket, bálázás közben. Jó munkát a többi traktorosnak, a mixeket meg csak így tovább, nagyon jó Ati írta nekünk. Sziasztok, nagyon jó a mix, én is traktorozok, én már ezen meg sem lepődök. Minden kollégának jó munkát, aki tárcsázik, üdv a tarlóbetyár. Szerintem miket szivatnak. Ne, biztos, hogy nem. Szép napot, sziasztok, hello Márti, Antonio mix a délutáni sziasztához azért nem illik, mert olyan, mint egy liter kávét hallanék. Brutál jó, írta Beatrix. Király, az érzés a legjobb, nincs az SMS-nek vége, de ki kell találni, hogy mire gondolhatott Norvégiával egy Music FM hallgató. Az érzés a legjobb, mindenki fejezze be a mondatot. Szia Márti, mi kombájnozás közben hallgatunk titeket, őrült a buli, alig bírunk az ülésben maradni. Üdv papa és buli márom. És csak jönnek, és jönnek, és jönnek az SMS-ek. Hogyha szerintem Márti engedi, akkor még egy top slágert felrakok, és mindenképp azzal búcsúzunk. Ami szól most alattunk, az nem más, mint a Deep Love, aztán még egy kis klasszik, vagy egy régi darabot elővennék a Move Your Feet-et Junior Seniortól, amivel majd el is búcsúzunk, és átadom a szót majd a kívánságoknak. Összehoz minket, a Music Partit halljátok továbbra is, benne pedig DJ Antonio egy órán szettjét. Nagyon trükkös fiú vagy, azt mondtad, hogy hazavezetős, meg ilyen nyugizós, aztán olyan SMS-ek jönnek, szegény Ferinek például leszakadt a feje szinte annyira. Hát visszafogtam magam pedig. Sziasztok, szétszakad a portás fülke, úgy dübörög a mix, királyak vagytok, amen, így hogy amen. Aztán üdv a budapesti dugóból a traktorosainknak és kombányosainknak. Ti vagytok az igazi hőseink, nélkületek nem lenne kenyerünk, nekünk pestieknek, hajrá. És ez így is van. És hogy mindig nagyon sok SMS érkezik. Hello, Szlovákiából hallgatunk titeket. Kozma Patriknak szeretnék küldeni egy topslágert. Na, Kozma Patrikot majd én veszem át 6 óra után az élő kívánság műsorban. 0672 89 59. Így indulunk. Tóni, Antonio, Antonio, köszi. Köszönöm. Nagyon jó voltál. Sokat kaptunk. Sokat. Sziasztok. Jön Szuf és a Mi Amor. Mi Amor.